Üdvözlöm Önöket! Színész legendák, akik öngyilkosok lettek, dívák, akiket tönkretettek. Az M5 História mai adásában olyan csillagokról szólunk, akik nem maguktól hunytak ki, és persze olyan hősökről is, akik az egész nemzetnek utat mutattak 56-ban. Mensáros László, Sinkovics Imre és Darvas Iván nem csupán zseniális színészek, de bátor hazafiak is voltak. Koltai Bori riportjából kiderül, hogy mi lett a sorsuk 56 után. Molnár Gál Péter a Kádár korszak legnagyobb hatalmú kritikusa volt, s mindeközben igen szorgalmas és rosszindulatú ügynök. De vajon szembenézette valaha a múltjával? Koltai Bori ennek is utána járt. Hogyan tették tönkre egy ördögi lejárató kampánnyal Bara Margitot, az 50-es évek filmcsillagát? Kassai Kata riportjából ez is kiderül. 56 egyik legfelemelőbb pillanata volt, amikor Sinkovics Imre október 23-án elszavalta a nemzeti dalt a Petőfi szobornál. A kádári megtorlás sem őt, sem színésztársait nem kímélte. Koltai Bori riportjából megismerhetjük színészhőseink történetét. 1956-ban a színészek a színpad mellett az utcán is hallatták a hangjukat. Sinkovics Imre a kezdetektől fogva részt vett a forradalom eseményeiben. A békés tüntetőknek már október 23-án délután elszavalta a nemzeti dalt, itt a Petőfi szobornál. A kollégái szóltak, hogy gyűlik a nép, és hogy oda kéne menni Imre szavalni, és ő azt később úgy nyilatkozott, hogy egy hihetetlen érzés fogta el egy áhítat, és nem volt kérdés számára, hogy oda megy, pedig hát tudjuk jó, hogy ezek a legsötétebb kommunista idők voltak. Szerencsére fönnmaradtak archív felvételek, és látható, hogy hangosítás nélkül spontán szavalt. Sinkovics Imre egy olyan figurája a magyar színház történetnek, amilyen nagyon ritkán születik, igazi vezéralak. Természetes, hogy ezeket az embereket találják meg, és ezeken a spontán versszavalatokon, október 23-án a Petőfi téren, a BEM téren, ők azok, akik odaállnak a mikrofon elé, vagy mikrofon nélkül, és bekiabálják az egész teret, elmondva a szózatot, a nemzeti dalt, és egyéb költeményeket, vagy programpontokat. Magától értetődő volt, hogy 56-ban megmozdult az ország, hol a helyem? Hát ott és azok között, akikkel egyformán dobog a szívem, és egyféle módon szeretjük a hazánkat. Sinkovicsnak a forradalmi szerepvállalása ugyanakkor nem ért véget ott a Petőfi téren. Nem ért véget, ő végigkövette, ugye ő is benne volt a Nemzeti Színház Forradalmi Bizottságában, később a parlamentben is feltűnik, lehet látni archív fotókat, hogy Nagy Imréjék mögött ott látható ő. Több színész is a forradalom élére állt, nem fegyverrel harcoltak, ugye színész kamarákat állítottak föl, forradalmi bizottságokat, minden színháznak volt forradalmi bizottsága, vidéken is, Pesten is. Sok helyen például a Nemzeti Színházban elmozdították a Major Tamást, 45 óta ő volt a élet és halál ura a Nemzeti Színházban. Sok más pályatársához hasonlóan Darvas Iván is kiállt a szabadságért. Már 1955-ben testvéremet és legközelebbi barátomat, hűtlenség hazárulás vágyában letartóztatták, majd 15, illetve 10 éves börtönbüntetéssel sújtották. Ez eleve meghatározza, gondolom, egy ember cselekvési lehetőségeit. Amikor kitört a forradalom, és lehetősége volt rá, akkor elment a gyűjtőfogházba, és több mint 120 elítélt társaságában a testvérét is kiszabadította a börtönből. Ezek a színészek, akik ugye az nagy 56-os hősök, ezek jellemzően egyébként fiatalok voltak. Mensáros László Debrecenben volt színész, és ő is bekerült ebbe a körforgásba, ami akkoriban zajlott, úgyhogy ő egy ilyen színházvezető grémiumnak lett a tagja. Az említett cselekedetek persze nem maradtak büntetlenül. A forradalom utáni megtorlás többek között a szabadságért kiálló Sinkovics Imrét, Darvas Ivánt és Mensáros Lászlót is utolérte. Különbözőképpen ugyan, de mind megfizettek a bátorságukért.
Csinkovics nem volt eltávolítható, ő neki azért nemzetközi neve volt már ekkoriban, azért nagyon sok szerep volt mögötte. Megpróbálták előbb rávenni arra, hogy a Szabad Nép hasábjain tegyen egy őszinte vallomást, amelyel a forradalmi munkásparaszt kormány mellett áll, és a 56-os botlását azt mélyen elítéli, de erre nem volt hajlandó. Végül is ő annyiban megúszta, hogy börtönben nem került, de hát Major Tamásik eltávolították a Nemzeti Színháztól, hosszú ideig játékfröccsöntőként dolgozott, alkalmi munkákban jött, aztán József Attila Színházban dolgozhatott, a Kádár rendszer kultúrfelelőse Acél György volt az, aki végül is megkegyelmezett neki, és aztán a 60-as évek elején visszatérhetett a színházba. Ugye volt az Egri csillagok filmváltozata, ahol Sinkovics Imre alakította Dobó Istvánt, a hős várkapitán, és Major Tamás pedig a magyarokat leigázni akaró török szultánt. Ez nekem nagyon tetszik, de mellette viszont volt több olyan film is, ahol úgy éreztem a 60-as évek elején, hogy már megalázni próbálják Sinkovics Imrét. A Kára benzinért című alkotásban is Major Tamás volt a szimpatikus ember, és hát Sinkovics Imre pedig az ügyeskedő, ami egyébként a Tized és a többiek című filmen is egy ilyen szerepet kapott, és akkor még nem beszéltünk Darvas Ivánról, akit szintén a Tizedes meg a többiekben egy ilyen olyan szerepkörbe helyeztek, ez a kicsit butta, hortista, egykori katonatiszt. Kicsit elfáradtam az éjjel, értem ide egyedül, most tájékozódom. Egyedül? Egyetlen embered sem maradt? Ez különös. Szerintem az a különös, hogy én megmaradtam. Darvas Iván 1970-ben Makkároly szerelem című filmjében viszont igen testhez álló feladatot kapott. János karakteréhez hasonlóan ugyanis korábban ő maga is megjárta a börtönt. Maga. Méltó a moborotválás. Ő Sinkovics Imrénél sokkal rosszabbul járt. 22 hónapot ült börtönben kinkeserves állapotok között és körülmények között tartották fogva. A filmnek a börtön jeleneteit is abban a cellában forgatták, ahol Darvas Iván annak idején raboskodott. Légvárakat épít az ember, hosszú, bonyolult történeteket, darabokat, regényeket, verseket ír az ember. Fejben természetesen. Darvas és Mensáros találkozott a gyűjtőfogházban, és egy ilyen börtönszínházat is csináltak, ami hát az ottani körülmények között bizonyára nagyon fontos lehetett elsősorban nekik, hogy színészként tudtak élni. Minden csak azzal győztem le, hogy türelem. Ki tudtam várni. Az ember azt gondolná, hogy ha már kiengedték őket a börtönbe, akkor békén hagyják, de nem. Továbbra is megfigyelték őket és a családjukat is. Darvas Iván hosszú ideig dolgozott zsalúzóként az Astoriánál, az épülő metró alagútban 40 méter mélyen, és a rendszernek ez is sok volt, hogy az Astoria az a belvárosi rész, hogy nehogy már valaki felismerje, hát ez milyen lenne, hogy ez megtörténhet, és akkor onnan is eltávolították még kijebbre. A legnehezebb fizikai munkákat és a legalja munkákat végezték, ha szabad ezt mondani. Pincér volt a Mensáros és Darvas egy fröccsöntő üzemben dolgozott a metróépítésnél, szóval azért ez a hatalomnak ez egy elég snansz dolog lehetett, hogy ezek a nagy színészek ott dolgoznak a föld alatt. Egy olyan korszak esett ki az életemből, amely a legfontosabb változást jelenti egy színész életében. Az ifjúság és a férfikor közötti mesdjét. Ezeket az embereket megalázták, szemenyköpték, és nem véletlenül, ugyanis a színészekkel mindig példát lehetett statuálni, hiszen ezek neves, híres emberek voltak, és hát megmutatták úgymond a köznépnek, a kommunista rendszerben, hogy látjátok, ha velük megcsináljuk, akkor veletek mit csinálhatnánk. Acél György, akinek a kezében futottak össze a szálak, ő egy idő után nagykegyesen megengedte ezeknek a színészeknek, hogy szépen lassan visszaszivárogjanak az életbe. Mondhatjuk azt, hogy a tűrt kategóriába kerültek, tehát színészként dolgozhattak, de hát ugye mindig ott lebegett a pallos meg, hogy tud, hol a helyed. Szerepekben őszinte lehet az ember, azért valljuk be egy nyilatkozatban, az ember igazán nem lehet őszinte. Darvas Iván és Sinkovics Imre és Mensáros László is megérhette azt, hogy nyilatkozhat erről, és ez a legfontosabb. Nem úgy kellett meghalniuk, mint sok színésznek, akit 56 után elmarasztaltak, de akkor nem élhették meg a rendszerváltást. Sinkovicsék megélhették, és ez fantasztikus, hogy legalább egy kicsit
egyfajta elégtétet kaphatta. És hány éves vagy? 63. Szóval most bízvást merem állítani, hogy ez e pillanatban összehasonlíthatatlan, vidámabb és jobbkedvű állapot, mint amiben, hát, annak idején. A színész király, így ismerték és így ismerjük Latinovics Zoltánt, a zsenit, akit sem megzabolázni, sem lenyelni nem tudott a hatalom, pedig sokan és sokat tettek azért, hogy soha se teljesedhessen ki. Megfigyelték, vidéki színházba száműzték, kegyetlen kritikákat írtak róla. Öcsét, Frenrász Károlyt sem kell bemutatnunk senkinek, vele beszélünk a testvérről és a halhatatlan legendáról. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most hát nyilván nem így fogjuk eldönteni a kérdést, de mégis tudjuk-e, hogy baleset történt, vagy pedig öngyilkosság történt Balatonszemesen 1976. június 4-én? 1976. június 4-én egy öngyilkosság történt. Nem volt éppen édesanyámnál, amikor ez a dolog történt, és a masinisztának, aki tanúvallomást tett akkor, amikor megtörtént ez a baleset, megvolt a tanúvallomása, és eltűnt. És én kb. 6 vagy 7 évvel ezelőtt kaptam vissza ezt a tanúvallomást, amiben egyértelműen leírja, hogy vonat elé ugrott öngyilkos, tehát egy őszes, kicsit idősebb korú ember. Érdekes módon az őszes, kicsit idősebb korú ember az Zoltán bátyám volt maga, csak ő már nagyon fehér volt a haja, de hát így is még csak 45 éves volt. Éppen ez volt az időszak egyébként, amikor volt, aki úgy mondta, hogy kicsit száműzték, ugye a Kutya, akit Bozzi úrnak hívtak című darabba. Nem tudom, hogy ő ezt hogy élte meg, tehát a családban mondott erről valamit, hogy ez neki túlságosan könnyű szerep volt-e, vagy pedig élvezte ezt a szerepet is. Na most, én a következőt szeretném mondani, az, hogy őt száműzték, azt, hát annak van némi alapja. Ő egy bizonyos szinten a könyveiből is mindenhol tudtuk, hogy egy olyan színházat szeretett volna, ahol az összes színész, a epizód szereplőtől a első számú főszereplőig mindenki tehetséges, és mindenki jó, és mindenki boldog. Ő ezt szerette volna. Ez nagyon nem sikerült, és nagyon sokszor emiatt konfliktusai támadtak, hogy olyan emberekkel kellett vitatkozni, akik fabatkát nem értek, csak éppen, mit tudom, jól feküdtek a kormányhatalom felé. Tulajdonképpen ezek voltak azok a dolgok, amik őt néha arra késztették, hogy hát eltanácsolják a Vígszínházból is eltanácsolták, utána elment vidékre, és a utolsó szerepén a Bodzi úrnál, ami egy számomra egy pazar szerep volt, és tulajdonképpen egy kirándulás volt az ő életében, azokután a nehéz színdarabok és nehéz filmszerepek után, amiket ő csinált, hogy az 5. Pecsét című filmet, azt még nem sokkal előtte, talán egy évvel csinálták meg Fábri Zoltánnal. Tehát fantasztikus dolgokat művelt, és az a Bodzi úr, ez egy ilyen kis kikapcsolódás volt az egészhez, és jött aztán egy gyönyörű szép kritika, ami aztán ezt elsöpörte ezt az egész dolgot az ő életében. Kinek a tollából, azt tudjuk? Én megmondom, Molnár Gál Péter színikritikus írt egy olyan letaglózó kritikát róla, ami tulajdonképpen Molnár Gál Péterről tudni lehet, hogy mindenhol, ahol csak lehetett, ott mindenkit undorító módon kritizált, és mivel ő először balettáncot szeretett volna lenni, csak nem felelt meg, utána színész szeretett volna lenni, és a Rosta vizsgán elbukott, és a harmadik pozíciója volt az, hogy színikritikus lett belőle, és onnantól kezdve ő nem szerette azokat az embereket, akik sikeresek, akik igazi művészek, akik jól működnek, stb. Ezeket ő inkább írtotta. Molnár Gál Péter lelepleződésében viszont önnek is szerepe volt, ha jól tudom, mikor kikérte az aktákat. Hát a következő történt gyakorlatilag egy kellemetlen helyzet volt, és amikor kiderült, hogy ők, hát volt egy veszekedés, mert egy perügy is lett belőle, Bújtó István bátyám pert indított ellene, és a per még nem zajlott le, és egy tévé interjú alkalmában megkérdezték Molnár Gál Pétert, hogy hát mond
nem lehetne esetleg ketten összejönnétek és megbeszélnétek ezeket az apró részleteket, hogy mi történt, hogy történik, mire a Morágál azt mondta, hogy ő nem tudja ezt megbeszélni, mert a Bújtor nem jár színházba, én meg nem vitorlázom. Ez volt a váltás, amikor éppen Bújtor a Veszprémi Színház igazgatója volt, na ezt hagyjuk, szóval ilyenek voltak a történetek. A családunk számára roppant kellemetlenek voltak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Hát akkor Molnár Gál Péter, akinek a tollától rettegtek a színészek, a rendezők és a drámaírók, a híres, hírhet MGP a diktatúra legismertebb kritikusa volt, aki a Népszabadság szerzőjeként hatalmas hatása volt mások életére, pályafutására, és sokan úgy gondolják, Latinovics Zoltán korai halálában is szerepet játszott, Koltai Bori utána járt a szövevényes történetnek. Molnár Gál Péter, MGP, a Kádár korszak nagyhatalmú, rettegett színi kritikusa, évtizedeken keresztül volt a Népszabadság munkatársa. Sokszor kíméletlen kritikái karrierekről döntöttek és mély sebeket okoztak. 61-ben lesz a Népszabadság újságírója, ugye ez még a megtorlás időszaka, kemény diktatúra időszaka, csak olyanok lehetnek ott újságírók, akik abszolút párthűek megbízhatóan. És hát róla azt mondták, hogy vitriolos tollú kritikus volt, és egyetlen kritikájával karriereket teltett tönkre. Ő egy ilyen tipikus kávéházi jellegű író, tehát ez az anekdótázó, én egy ilyen szivacsnak jellemezném. Tehát aki mindenhonnan fölszívta magába az információkat, gyűjtögette hihetetlen memóriával, tájékozottsággal ír mindenről, hiszen állandóan ott van. Tehát tulajdonképpen ez az élete, hogy ott van a színházban, ott van a színészekkel, művészekkel, velük együtt eljár szórakozni. Akit kedvelt, arról azért kicsit jobbat írt, de ő nem az az ember volt, aki a tehetséget ismerte el, hanem a saját rögeszméhez ragaszkodott, amikor egy kritikát megírt. És mivel ő ebben egy teljhatalmú úrkényúr volt, tehát gondoljunk bele a Népszabadságnak a kritikusa, nem is mert vele senki sem szembeszállni. Kádár János azt mondta, hogy a Népszabadság rögtön a puskák után jön. Tehát, hogy ennek ilyen óriási jelentősége volt, 800 ezer példányban jelent meg, és ezt úgy kell számolni, hogy ezt többen is olvasták a Népszabadságot. Tehát minden intézményben ott volt az asztalon, mindenki előfizetett rá, és ez a pártnak a központi lapja volt, olyannyira, hogy a főszerkesztője az mindig a központi bizottságnak is az agya volt egyúttal, és ő közvetlen információkkal rendelkezett, és közvetlenül meg tudta mondani az ott lévő szerkesztőknek, újságíróknak, hogy mit kell írni. És ezt maga Molnár Gál Péter is bevallja, hogy Rényi Péter a főnöke, aki főszerkesztő helyettese volt gyakorlatilag 56 utáni időszaktól egészen a rendszerváltozásig a Népszabadságnak, belejavított az ő írásaiban. Van is egy ilyen plakátunk, amire ezt írtuk, hogy a pártlapja, a néplapja. Ez volt a célkitűzésünk, beszélni a párt politikájáról, azt megmagyarázni, de ezt oly módon, hogy ez közel kerüljön az emberekhez. Volt Latinovicsnak egy olyan szerepe, ez a Kutya, akit Bozzi úrnak hívtak című darabban, a kutya szerepét osztották rá, ami ugye azért is különösen felháborító, mert egy ilyen ragyogó tehetségű, kiváló színésznek ez már maga megalázó. A tiszta kék az ég, jó, élni szép. Ráadásul ugye utána MGPR-ről is megsemmisítő kritikát írt, és mindez nem sokkal Latinovics öngyilkossága előtt történt. A Molnár Gál Péter külön írt is egy könyvet Latinovics Zoltánról, és abban folyamatosan jelzi, hogy ők mennyiszer találkoztak, Latinovics hányszor meghívta őt vacsorázni, ebédelni, mennyiszer ő fizette a cechet. Este még együtt vacsorázunk, együtt beszélgetünk, másnap megírok egy kritikát ugyanerről az emberről, és ráadásul, amikor a legnehezebb helyzetben van, folyamatosan tiltják, mindentől elzárják, küldik vidékre, tehát nem engedik Budapesten szerepelni, és végre kap egy szerepet, és abban nagyon ledorongoló kritikát kap. Ez egy szelídített változat, ami megjelent. De hát ez... De nekem az a dolgom, hogy azt írjam, hogy ki, mikor, milyen. Hogyha valaki egy tűrt kategóriába belecsúszik, akkor inkább
Azt mondom, hogy a ilyen lassú kikészítés a rendszernek a módszere, és akkor utána ugye akár ahogy a Latinovics esetében is szét lehet tárni a karjukat, hogy hát mi nem tettünk semmiről, hát nézzük csak meg, ez az ember már depressziós volt, már ideggyógyászati kezelés alatt áll, nem mi tehetünk róla. El tudod képzelni, hogy valaki öngyilkos lesz egy kritika hatására? Azért az merész állítás, hogy ő okozta volna halálát, ez az egyik dolog lehetett a sok közül. Mindeközben Molnár Gál Péter életének egy részéről hallgatott. 2004-ben derült ki, hogy Luzsnyánszki Róbert néven 1963 és 78 között 15 éven keresztül az állambiztonság ügynökeként tevékenykedett. Noha sokan várták volna, nem tanúsított megbánást és sosem kért bocsánatot. Ponyódi Péter volt az, aki ezt nyilvánosságra hozta a kötetében. Ő egyébként szerintem egy nagyon fontos munkát végzett azzal, hogy ő tényleg sokszor nevén megnevezte az ügynököket. Az ő jelentései szépen ott sorakoztak egymás után. Közismert személyek szerepelnek ezekben a jelentésekben. Hát olyanok, akiket hát mindenki ismer, színészek, rendezők, színházi előadások, események. Tehát tulajdonképpen egy kortörténeti dokumentum is egyúttal. Neki a jelentései is olyanok, mint a színi kritikái, abszolút részletességek, egyéni véleményt megfogalmazva, ami szintén ártó lehetett embereknek a számára. Egyébként érdekes, ahogy mentegetik őt, hogy hát tulajdonképpen nem nagyon mond semmit se. Tehát olyanokat, amik egyébként ismertek voltak meg. Nagyon úgy néz ki minden írása, mintha ami a Népszabadságban is megjelenhetett volna a színi kritikaként. De azért ne felejtsük el, hogy azt mi laikusok nem tudjuk megítélni, hogy mi az, ami a 3x3-as ügyosztálynak fontos információ és nem fontos információ. Ki kivel találkozott, ki hol volt, mikor hol volt, stb. Ezeket ők mozaikszerűen összerakják, és a szakértő számára ezek igenis sokat jelentettek. Személyes találkozóik is voltak, és hát azért ott valószínűleg szóban is sok mindent elmondhatott. A tartó tisztel, vagy egy eszpresszóban, vagy pedig úgynevezett fedett lakásokban találkoztak, ezek olyan lakások voltak, amelyet az állambiztonság kisajátított. Szerintem az elég megdöbbentő, hogy hát ők két heti gyakorisággal találkoztak. Milyen volt a fogadtatása ennek a történetnek 2004-ben, amikor fényderült az ügynök múltra? Például Tábori Nóra színésznő mondta, hogy Molnár Gál Péter sosem volt egy grál lovag, tehát feltételezni tudta róla, hogy jelentsen, ugyanígy Gálvölgyi János is hasonló véleményének adott hangot, de hát sajnos volt, akik megvédték őt, ugye Spiró György drámaíró. Olyanok, akiknek valamilyen formában mégis egyengedte a pályáját, használta a kapcsolatrendszerét, ugye azok egy ilyen híresen fognak azért szembe menni vele. Molnár Gál Péter érdekes módon reagál egyébként erre az egészre, hogy ő nem kér bocsánatot, ő saját maga ezt majd elrendezi saját magával. És ő bevallja egyébként a későbbi visszaemlékezésében, hogy ő úgy gondolta, hogy ezt meg fogja úszni, tehát hogy ez nem fog kiderülni. Közvetlen következménye az volt, hogy a Népszabadságban akkor nem írhatott színi kritikákat, de ez csak egy időleges döntés volt. MGP 2004-ben könyvet írt Coming Out címmel, melyben leírja ügynöki beszervezésének megzsarolásának történetét. A kötet csak 16 évvel később és közel egy évtizeddel a halála után 2020 áprilisában jelent meg a Magvető Kiadó Tények és Tanúk sorozatában. Az történt, hogy egy nem felnőtt fiatal fiúval fajtalankodott, és ugye ezzel zsarolta meg őt az állambiztonság. Valójában a 1961-5. Törvényszék, ugye az akkori büntető törvénykönyv már a homoszexuális kapcsolatot önmagában nem bünteti. De azt igen, hogyha egy felnőtt korú, egy 14. életévét már betöltött, de 20. életéve alatti személlyel létesít ilyen kapcsolatot, betették a B pontba azt, hogy megbotránkoztató módon. És ez azért nagyon ravasz, mert ezáltal már halmazati bűncselekménnyé válik a dolog. A házmester megleste őket, úgymond ő megbotránkozott, mármint a házmester ezen, hogy az ablakon keresztül megleste őket. Az eredeti tényállás az 3 évvel fenyegetett szabadságvesztés, de mivel már halmazat, ez már egy végrehajtandó szabadságvesztéssel járhat. Így tudták elérni azt, hogy ő a 3x3-as ügyosztálynak a besugója legyen, tehát megzsarolták. Azt a fiatal fiút, akivel őt rajta kapták, azt állítja, hogy az állambiztonság embere volt, hogy ez egy megrendezett találkozó jelenet volt. Ki pécézi a legcsúnyább reagálásokat,
és ezáltal ugye mártír szerepet próbál felvenni, hogy őt mennyire bántották emiatt a dolog miatt. Nem történik meg egy olyan típusú szembenézés és feltárás, ami akár meg is történhetett volna. Tehát 2020-ban sokat vártunk ettől a könyvtől, de szerintem azért ilyen szempontból erősen csalódást okozott. Az lett volna a legegyszerűbb, hogy egyszer odaállni és bocsánatot kérni, és talán akkor a közvélemény is másképp állt volna ez az egész történethez. Molnár Gál Péter esetében is láttuk, hogy a kádári diktatúra nem válogatott az eszközökben. A nyílt elnyomás és terror helyett fortélyosabb, aljasabb módszereket alkalmaztak. A korszak szakértője Borvendég Zsuzsanna történész a vendégem. Jó estét kívánok önnek! Jó estét kívánok! No hát mit gondol erről az esetről, hogy mennyire a rendszer és mennyire a kritikus Molnár Gál Péter bűne ez az ügynökösködés? Az a stílus, amit Molnár Gál Péter képviselt, mint ügynök, az az ő bűne. Tehát a személyes felelősséget ne vonjuk meg tőle. De az tény és való, hogy maga a rendszer használta ezt a fajta besúgó hálózatot egy olyan kompromittáló tényezőnek, amelyel saját magához tudta aljasítani tulajdonképpen az értelmiség egy jelentős részét. Tehát az volt a technika, hogy bizonyos emberek ellen fegyverként használták a beszervezés lehetőségét, ezáltal hiteltelenítve már azelőtt, mielőtt adott esetben egy rendszerellenes szimbólummá válhatott volna, ilyen volt például Csurka István, és akkor ő kifejezetten jó személyében is, mint ügynök, tehát mint beszervezett ügynök személyként, a Molnár Gál Péter ellentettjeként meg lehet jeleníteni őt, hiszen őt is beszervezik zsarolás útján 1957 nyarán. Nyilván valami 56-os tevékenységek volt ez kapcsolatban Csurka esetében. Így van, 56-os forradalom után letartóztatják őt elég korán, 57 kora tavaszán már börtönben ül, kis tartsára internálják, mert nincs annyi terhelő bizonyíték ellene, hogy bíróság elé tudják őt állítani, és kis tartsán zsarolással, édesapjával, az ellehetetlenítésével fenyegetik, és ezentúl fizikális erőszakot is alkalmaznak ellene, tehát őt verik is kis tartsán, és aláír. De úgy ír alá, hogy ő érzi ennek a súlyát, tudja, hogy bűnt követel, nem véletlenül, hogy fedőnévként Raskolnikovot választja, Dosztojevszki hősét, aki szintén tudja, hogy bűnt követel, és ezért bűnhődni fog. De saját visszaemlékezésében úgy fogalmaz Csurka, hogy ott akkor megfogadta, hogy soha senkiről nem fog jelenteni. Ez az egyik kitétel, amit megfogadott magában, a másik meg, hogy soha nem árulja el 56-ot. És ehhez az állambiztonsági adatok alapján, amikor végignéztem minden fennmaradt dokumentumot, ami Csurkáról szól, ugye meg tudom erősíteni. Így van, és ezt végig tudta, tehát amíg ki nem zárják a rendszerből, addig ő végig tudta tartani ezt a fogadalmát, soha senkiről nem jelentett, sőt, még az is kiderül a jegyzőkönyvekből, hogy saját magát is rosszabb fényben tüntette fel adott esetben, hogy mentsen másokat. Tágyi Gyuláról van szó, az ő egyik tanáráról, aki ráadásul kommunista volt, és úgy tesz vallomást, hogy ő elismeri Hályi Gyula személyét, mint szakmai tekintélyt, ugyanakkor kommunista volt, ezért ő soha nem szerette, soha nem tisztelte benne ezt az ideológust, ezt a tanárt, hiszen ő maga antikommunista nézeteket volt, tehát ezzel tulajdonképpen a letartóztatott Hályit menti. Nézzük meg azt is, hogy miként állnak a múltjukhoz akkor, amikor kiderül mindez, tehát hogy áll hozzá Csurka István, és hogy áll hozzá Molnár Gál Péter? Hát Csurka megírja az Esztéta című könyvét, ami egy, hát tulajdonképpen a pokoljárásának a történetét írja meg, egyfajta vezeklés. Ő szembenéz a bűnével, és vállalja ezért a felelősséget. Persze sokan kritizálják, hogy ő is csak akkor vallja ezt be, amikor fény derül az ő ügynök létére, és nem a rendszerváltás pillanatában azonnal áll ki szint vallani. Ez tény és való, de abban a pillanatban, amint ez megtörtént, ő tulajdonképpen bocsánatot kér. Bocsánatot kér azért is, amit nem követett el. És ugye ezzel szemben nyugodtan elmondhatjuk, hogy Molnár Gál Péter ezt egyáltalán nem soha nem bánta meg. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm. Sokan magát Biszku Bélát sejtik Bara Margit lejáratása és tönkretétele mögött. Az biztos, hogy az ország egyik legszebb és legnépszerűbb színésznőjével kegyetlenül elbánt a Kádár diktatúra. Kassai Katalin megrázó riportjával zárjuk az adásunkat. Szépség, jóhiszeműség, tisztesség. Egy derékba tört karrier, egy megrontott hírnév, egy aljas rágalom, egy megbélyegzett becsület. Ez jutott osztályrészül az egykor ünnepelt színésznőnek. Bara Margitot tudatosan tették tönkre a kommunizmusban. Ismerjék meg a sorsát. Mehetünk együtt. Rögtön, ahogy átjött Erdélyből, hiszen ő erdélyi színésznő volt Kolozsváron, már befutott kategóriába tartozott, és itt egyből ugye főszerepeket kapott, tehát például a Szakadékban kapott fontos szerepet, vagy a Bakaruhában ott főszerepet, akkor a Csempészekben, a Szegény gazdagokban, hogy egy későbbi filmet említsünk. Ő minden szempontból ugye már itt egy sztár volt, és nyilván irigykedtek rá. Hogyan keveredett ő egyáltalán bele ebbe az ügybe? Távolról keveredett bele, hiszen ez a botrány nem onnan indult, ez valószínűleg egy politikai leszámolás volt egész magas szinten. A Kádár rendszer példát akart statuálni. Ugye ez úgy nézett ki, hogy Kádár maga egy puritán ember volt, mint tudjuk, de azért az ő tettestársai a hatalomban már messze nem voltak ilyen puritán emberek, tehát szerettek vadászgatni, bár vadászni Kádár is eljár, de vadászatokon aztán utána nagy eszemiszomok voltak, állítólag orgiák, és ez azért fontos, mert Bara Margitot ilyen oldalról keverték bele és sározták be ebben a rendkívül mocskos történetben. Erősen terjedt a közvéleményben, sőt a kinti magyarok segítségével ugye Nyugat-Európában, a világban is az, hogy itt egy bolsevita zajlik, ugye? Tehát a dolcsevitának egy ilyen bolsevik változata valóban létezett, tehát ez nem egy kitaláció. És akkor ők úgy döntöttek, hogy egy ilyen öntisztulási folyamatot mutatnak be, a fenét akartak ők megtisztulni, ugyanezt az életformát akarták, a bolsevita életformát akarták tovább folytatni, de kellett egy ügy, kreálni egy olyan ügyet, amin keresztül országnak, világnak megmutatják, hogy itt van egy önkontroll, van egy ellenőrzés, van egy belső megtisztulás, mert a kommunistát azt ilyen fából faragják. Az éttermi és büfé vállalatvezetője, Ónodi, az valószínűleg csak egy ilyen eszköz lehetett valaki más soknak a félreállításában, és közvetve keverték bele azt, hogy ott valószínűleg orgiák is voltak, és nem csak sikkasztás és csalás. Mézes Mackó becenéven lett ismert, ugyanis a büfé és vendéglátóipari vállalatnak volt az igazgatója, ő etette, itatta ezt a díszes társaságot. Két párhuzamos egyenes, aki sose találkozott Bara Margittal, ez az érdekes benne, személyesen nem is ismerték egymást. Azt mondták, hogy hát a művésznő, aki egy ilyen könnyed asszony, akkor már Gyarmati Dezső, többször olimpiai bajnok, legendás vízilabdázó felesége volt, ő pedig szolgáltatta az élvezeteket más hölgyekkel együtt ugye ezeken a partikon, soha részt nem vett egyébként semmi ilyesmiben, hát kimondottan egy zárkózott, még a férjével is csak a nagyon-nagyon ritka esetekben ment el valamiféle ilyen fogadásra, vagy ilyesmire. Margit nem volt az az ember eleve. És akkor miért pont őt szúrták? Azért, mert 1964-ben vagyunk, megszavaztatták a magyar nézőközönséget, és a szavazás eredménye az volt, hogy a külföldi színésznők közül Sophia Loren, a magyar filmszínésznők közül Bara Margit a legkedveltebb Magyarországon. Tehát egy olyan embert kellett keresni, egy olyan embert kellett beáldozni, aki nem a mi kutyán kölyke, hiszen ő egy Erdélyből áttelepült színésznő volt, kolozsvári, akit szeret az ország. Neved fel, nagyon szépen kérlek, én nem bírok el ebből többet. A pletykákban, a szóbeszédben a neve is elé került, és ő volt az, aki egyedül, akit nevesítettek. Kéri művésznő. Egy éjszakai mulatságon az asztalon táncolt mesztelenül. Paramara fara onodi módra. Ez volt ugye az étlapon
idézőjelben. Akkor be is indult ez a suttogó propaganda. És beindult először a suttogó propaganda, aztán beindult a média. És tudott ő ez ellen egyáltalán védekezni? Hát a pletyka ellen azon nagyon nehéz védekezni, mert hogyha mondjuk belevonták volna ezt a bűnügybe, abba a sikasztási ügybe, amiből aztán Perlet és Onodite el is ítélték, akkor talán tudott volna védekezni. Én nem találkoztam velük. Én hiába voltam egy színésznő, én nem forogtam ilyen körökben. Bara Margit erről az egészről úgy értesült, hogy gyanútlanul bement a Nemzeti Színházba, aminek vezető színésze volt akkoriban, Major Tamás, aki hosszú időn keresztül a színház igazgatója volt, régi kommunista, akkor főrendezőként dolgozott, és azt mondta, na, itt van ez a kis cafka. Ezzel fogadta a színház büféjébe Margitot. Bara Margit saját elmondása szerint nem értette az egészet, és akkor végül, hogy hát te nem olvastad a Népszabad, nem olvas Népszabad, csak egyetlen újságokat nem nagyon, legfeljebb a filmkritikákat olvassa el. Hát itt van, és akkor mutatták neki a cikket, amiben akkorra már szerepelt a neve. 24 órán belül az akkori színigazgató kirúgta a Nemzeti Színházból, és teljesen megfagyott körülötte a levegő. És szegénynek esélyesen volt védekezni? Hát esélyesen volt, hát ahogy ő mondta, hogy bizonyítsam be azt, így fogalmazott nekem az interjúban, hogy bizonyítsam be azt, amit nem követtem el. A Nemzeti Színházhoz való szerződését élete legrosszabb döntésének tartotta. Színész temető, csak így nevezte. Engem ott sokan nagyon rosszul fogadtak. Ki volt az, aki egyáltalán mellé állt, vagy állt-e mellé valaki? Hát akit lehet nevesíteni, és tudunk történetet róla, fönnmaradt, a Szirtes Ádám, ugye, kollégája, ő be is ment a pártközpontba, és levágta az asztalra a párt igazolványát, hogy ez tűrhetetlen, és nem ért egyet vele. Nem álltak ki mellette. Végül aztán ugye a dolog odáig fajult, hogy miután a sajtó ezt széltébe hosszába hozta, Bara Margitot ugye a filmjeiből mindenki ismerte, tehát nem tudtak egy étterembe elmenni a családjával, akkor már a kislánya is megszületett 68-ban, hanem mert mindenütt a legkülönbözőbb és legdurvább atrocitásoknak volt kitéve. Vitézi László 2017-es alkotása Bara Margit meghurcolásának hiteles történetét meséli el. A Színésznő című filmből megismerhetjük a suttogó propaganda működését és a lejárató kampány hatását. Vitézi László egy fikciós filmet írt, tehát néhány dolgot megváltoztatott. Például Gyarmati Dezsőt azt nem vízilabdázóként ábrázolja, hanem olimpiai bajnok kardívóként. De a helyzetek azok nagyon hasonlóak, és ezek a történészek és újságírók által feltárt részletek, illetve a szemtanúk visszaemlékezései, azok teljesen igazolják ezt a történetet, ahogy megmutatja. Érdekes momentum a filmnek, hogy abban a jelenetben, amikor a beépített ügynök először küldi el Barát egy kétes kimenetelű találkozóra, akkor Major Tamás tekintete szegeződik rájuk a falról. De mit akarhatnak? Fogalmam sincs. De ha hívtak, menj el. Bara Margit később egy interjúban elmondta, hogy ő kért segítséget még ugye a Nemzeti Színház tagjaként Major Tamástól. Ő cinikusan elutasította, és hát ugye őt ki is tették a Nemzeti Színházból, megmaradt ez a bélyeg, és elég volt arra, hogy fokozatosan Bara Margitot félreállítsák, tehát ugye a szakmában kiszorítsák ugye egy idő után. Már kisebb szerepeket kapott a filmekben, már csak tévéfilmekben, áthelyezték a József Attila Színházba, ami egy ilyen parkolópálya volt. Annyira érezte ezt a nyomást, hogy 1977-ben be is jelentette, hogy visszavonul, és ezt tartotta élete végéig. Nem tudtam már többet erőszakot venni magamon. Én állandóan féltem. Margit megnémult. Tehát ő az utolsó éveit úgy élte le, hogy tökéletes szellemi állapotban, de beszélni nem tudott. Bara Margit 1968-ban Kolumbiába költözött Gyarmati Dezsővel. Hazatérésük után a 70-es években még szerepelhetett tévéfilmekben, de a színházakban tiltó listára került, méltatlan feladatokat kapott csupán. Aztán végleg visszavonult 1977-ben. 25 évvel később mesélt először az őtért meghurcoltatásról. A rendszerváltozás után több interjúban is elmesélte történetét, de az aljas rágalmakat nem tudta magáról lemosni soha.
Önök az M5 históriát látták, műsorainkat újra nézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Viszontlátásra!